ez a sorozat nem új keletű, ezt Anna Máriának mondom. A Solymár Imre Városi Könyvtár, illetve a Vörös Marti Mihály Művelődési Központ karöltve Bonyhád Város Önkormányzatával hívta életre annak apropóján, hogy mindig egy aktuális témát járjunk körül ezeken a beszélgetéseken, és az eddigi hagyományokat bízva abban, hogy folytathatjuk egy interaktív programról lévén szó, a közösséget is beszoktuk vonni. A Terítéken közéleti beszélgetések címet viselő sorozat nem csak a témák adta nagy érdeklődés, hanem az interaktivitása miatt is annyira közkedvelt, hogy teltházasak az estek. Így volt ez legutóbb is a Városháza dísztermében. A Menaságra repülj című legújabb dokumentumfilmje a rendezőnek idén debütált. Az első a sorban a Csángó Zsoltár, ami egy televíziós műsornak indult, dokumentumfilm lett belőle. Erről is beszélt a rendező. Fél évig játszott Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínház, és a Szló Nemzetközi Filmfesztiválról elhozta a film a közönségdíjat és a fesztiválváros díját. Persze nem ettől jó egy film. Egy film soha nem attól jó, hogy milyen díjakat kap, de ezzel csak érzékeltetni szeretném, hogy néha nagyon kevés pénzből is tudunk olyasmit csinálni, amivel meg tudjuk az emberek lelkét kicsit szelídíteni, kicsit fogni magunknak. És aztán követte még egy film ezt, aztán ez a harmadik, ez a mostani. A Csángó Zsoltár után azt gondolom, hogy ez az én legfontosabb filmem, a Csiki székelyekről szóló Menaságra repülj című. Amikor elkészült a film a Csiki székelyekről, akkor szerettem volna egy olyan bemutatót az Uránia moziban Budapesten, ahol ott vannak maguk a székelyek is. És jöttek egy autóbusznyian, úgyhogy ez a tervem megvalósult. Képzeljék el, hogy ebben a gyönyörű mór stílusú, hát mondhatom, hogy Európa, de talán a világ legszebb moziában 450 férőhely van, fönt a díszteremben, most csak ez üzemel, és mi 450-en voltunk. Attól féltem, amikor jöttek az emberek, hogy valakit a lépcsőre kell ültetni, de nem kell, pontosan annyian voltunk, úgyhogy a Jóisten néha oda teszi az ő kedves szándékát és a jó akaratát, és ott voltunk mi együtt a moziban. Valahogy 8 óra körül fejeződött be az előadás, és még este 11 órakor nem ment haza senki. Úgyhogy ebből gondoltam, hogy lehet, hogy lesz ennek folytatása. És akik később a Csíksomlyói búcsú idején a csíki székelyeknek, a Fisárvölgyének és az odaérkező anyországi magyaroknak is bemutattuk, játszottuk a filmet az elmúlt évben, és a magyarok, az anyországi magyarok hazahozták a hírét. És így 4 megyében spontán elkezdték vetíteni, a Jászságban, Vas megyében, Fejér megyében, Pest megyében, és aztán híre ment. És tulajdonképpen annak, hogy híre ment ennek a mozinak, ennek a filmnek, annak köszönhető, hogy én most itt vagyok önöknél, mert olyan emberek is ajánlották aztán tovább ezt a filmet, akikre úgy látszik, hogy kicsit hallgatnak az aktuális települések polgármesterei, és én most megyénként járom most már ezzel a filmmel az országot. Ha el kellene mondanom, hogy mi is ez a film, akkor röviden csak annyit mondanék róla, hogy az emberi és nemzeti összetartozásról, hitről, hűségről, magyarságunkról szól. Ez nem divatos téma ma, nem ilyen témákról szoktak filmet készíteni, de én az az ember vagyok, aki ezt a fajta szolgálatot gondoltam magamnak, vagy legalábbis azt képzelem, hogy ennek a fajta szolgálatnak, amit én ezzel a filmmel teszek, meg az előadással, annak talán értelme van. Az írónő az érdeklődési körön kívül állóknak már-már misztikusnak ható témát is érintett, a rovás kultúrát, itt pedig egy érdekes történet következett. A Vatikánból a pápa kedvenc orgonaművészét, Virág Andrást látogatta meg, hogy hallhassa játszani a művészt személyesen. Jól ismerem én is a Virág Andrást, és hát egy nagyon-nagyon szűk művésztársaság vette őt körül, és az volt a Szentatya kérése, hogy ne csak CD-ről hallgathassa az ő kedvenc orgonistáját, hanem egyszer élőben, abban a csodálatos templomban, Budapesten, ahol ő játszik. És volt egy óra a programban, amikor erre lehetősége volt, és annak a szűk társaságnak, aki ott volt, a következőt mondta a Szentatya a magyarokról és a magyarok nyelvéről. Szó szerint idézem egyszerű fordításban. A Vatikán szigorúan őrzött iratainak nyilvánosságra hozatala megrendítené a magyarság valós őstörténetét. A magyarság történelmi küldetését nem ismerő európai és egyetemes közvéleményt és átrendezésre kényszerítené a történelem oktatását.
Az iratok titkosságának feloldása ma még nem volna megalapozott cselekedet, mondta a Szent Atya, mert az emberiség még nem érett az ismeretanyag lojális megértésére. Napjainkban még feszültséget keltene az iratok közzététele, de el fog jönni az az idő, amikor őszinte tisztelet és csodálat fogja övezni a magyarságot. Lehet, hogy ma még nem ezt az időt éljük. Ugye, ha például az Európai Unió napi ülésein tekintjük, akkor lehet, hogy érdekes volna, ha valaki azt mondaná, hogy kérem szépen, tetszenek tudni, hogy a magyar a világos nyelve? Szerintem a hisztéria az a világ végéig tartana. Valóban reméljük, hogy el fog jönni az az idő ezekről a vatikáni iratokról. Elképzelhető, hogy önök közül már sokan hallottak, hogy valóban van egy ilyen irat, amely egyrészt a magyarok ősműveltségéről beszél, vagy szól, másrészt pedig a magyarok küldetéséről. Van egy ilyen anyag a Vatikánban, erről beszélt a Szent Atya. No de, menjünk tovább. Hát nagyon sokan vannak, akik beszélnek még a magyar nyelvről, és közülük most néhányat szeretnék idézni. Sir John Waring, angol nyelvész, aki az 1800-as években élt és alkotott, sok nyelv mellett megtanult magyarul is, és így jellemezte a magyar nyelvet. A magyar nyelv messze magasan áll magában, egészen sajátos módon fejlődött, és szerkezetének kialakulása olyan időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett, önmagában következetesen, és szilárdan fejlődött nyelv, melyben logika van, sőt matézis, erő, a hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával. E nyelv nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb és legfényesebb emléke, a magyar nyelv eredetisége, még ennél is csodálatosabb tüdemény, aki megfejti isteni titkokat, vonzolgat, mondja Sir John Waring. De miről beszél Sir John Waring, amikor azt mondja, hogy aki a magyar nyelvet hát megfejti és megismeri, isteni titkokat boncolgat. Ezért van ez a kicsit már longyos írása, de bocsássák meg nekem, most már a 100. filmvetítés után vagyunk. Tetszenek látni valamennyire a hátsó sorokból, és ezt az ábrát a kettős kereszten látjuk ugye fölül. Két rovás jelet rajzoltam én ide, az egyik a kettős kereszt, a másik pedig ez a három fordított vél. Mit jelent a magyar rovás kultúrában a kettős kereszt? Ugye a rovás, biztos van, aki foglalkozik rovással, ugye a rovásnak a jelentését mindig a mondatban elfoglalt szerepe határozza meg. Tehát a mondatban elfoglalt szerepe szerint számnév, akkor egyet jelent, és ha nem számnév, akkor ugye megyünk tovább a jelentésével. Az egy az egyetlen, a teremtetlen, tehát maga az Isten. Ez a kettős kereszt jelentése. És itt tetszenek látni ezt a három, ma úgy mondanánk, hogy fordított V-alakot, hogyha egyes számban mondom, akkor har, ha kettő van belőle, akkor harok, ha három van belőle, akkor harszág. Vagyis a magyar címeren, a legtöbb magyar címeren még ma is olvasható két rovásjel értelme összeolvasva Isten országa. Faragó Anna Mária nem csak érdekes és lelket emelő előadást tartott a filmvetítéssel egybeszerkesztve, olyan témákat érintett, amik megosztóak, mélyen elgondolkodtatóak, és késztetik az embert a téma utáni kutakodásra. Elhintette a magot, remélve, hogy jó földbe esik néhány.